Érvényes és eredményes volt a cigány kisebbségi önkormányzati választás a városban. A kisebbségi névjegyzékbe 86-an kérték a felvételüket, akik közül 31-en mentek el szavazni október 3-án. A 6 jelölt közül mindössze 4-en kerülhettek be a testületbe. A legtöbb szavazatot, 23-at Ignác János kapta. 22 szavazattal Ignác Krisztinát is megválasztották képviselőnek a lakók. Orsós István 21 szavazatot kapott. A testület negyedik tagja Ignác Imre lett, aki 20 voksal került be a testületbe. A cigány kisebbségi önkormányzat alakuló ülésére október 15-én került sor. A megválasztott képviselők úgy döntöttek, az elnöki feladatokat továbbra is Ignác János lássa el. Én azt gondolom, köszönöm a cigányságnak azt a bizalmát, amit tett, és ez lesz a harmadik ciklus, amit megkezdtek. Én azt gondolom, hogy egyértelmű volt. A cigányság látta azt a munkát, amit elismert, és most ebben a ciklusban nem is volt ellenjelöltem. Ez önmagáért beszél. Egyébként tisztában kell lenni, hogy mit jelent a cigány önkormányzatiság. Ha azt mondjuk, hogy ez egy szolgálat, és próbálunk dolgozni, partnereket keresni, amit már egyszerűen pont a választás napján is elmondtam, ez azért hangsúlyozom ki, mert fontos, tehát ez egy felelősségteljes munka, és nem azt jelenti, hogy ebben most itt hatalmas pozíciókról van szó. Nem, itt egy szolgálatról van szó, amit a cigányság érdekében kell dolgozni, felhasználni, és úgy, hogy az a valamennyünk közös célját szolgálja. Az alakuló ülésen abban is egyetértettek a jelenlévők, hogy a jövőben is főbb feladatuknak tekintik a roma hagyományoknak az ápolását és a városban működő szervezetekkel való együttműködést. A cigány kisebbségi önkormányzat célul tűzte ki, hogy mindenkivel, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, és ott beszélhetünk önkormányzatokról, mi mindenre nyitottak vagyunk. Nekünk nem az a célunk, hogy bárkivel valamilyen szinten is konfrontálódjunk, ellenkezőleg. Nyitottak vagyunk az intézmények felé, az óvodák felé, az iskolák felé, önkormányzatok felé, és a horvát kisebbség végre megjelent, akkor próbáljunk akár közös kulturális rendezvényeket kialakítani jövőre nézve. A kisebbségi önkormányzatnak számtalan terve van a jövőre nézve. Az előző ciklusban több programunkat is hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg, ezért ezeket az elkövetkezendő időszakban is meg szeretnénk szervezni, tette hozzá Ignác János. Úgy gondolom, ezek a programok olyanok voltak, ami méltán helyet kapott a város kulturális életében. Megyei versmondó versenyünk, a roma napunk. De ugye ebből kinőve azért van még sok-sok minden más olyan rendezvényünk, amiket csinálunk, de amiket minél több ember, több réteget hozott be ebbe a rendszerbe, így természetesen ezeket, ennek a lehetőségét így megkaptuk, és ebben élni fogunk, és azon leszünk, hogy még több ember, még több kisgyerekre venjen be részt, és minél színesebbek legyenek ezek a programjaink, rendezvényeink. Az elnök első lépése volt, hogy összehívta a környékbeli falvak cigány kisebbségi önkormányzatainak vezetőit, hogy közösen fogalmazzák meg a jövőbeli főbb feladatokat.